Köszöntöm a nézőket, Dombóvári Gábor vagyok, és már is mondom, hogy mi minden lesz a mai Nagykörút magazinban. Nos, bemutatók és darabtemetés, audio narráció és jeltolmácsolás, hírek, események, kulisszatitkok a Pesti Magyar Színházból. Vendégünk a direktor, Zalá János. Aztán csavargó ének. 5 évtizede a pályán. Ismét koncertezik a Gemini együttes. Itt lesz hamarosan az egyik alapítótag, Bardóczi Gyula. És musical, operett, filmdalok, világslágerek a Színház és Filmművészeti Egyetem Ódri színpadán. A legendás énekmester Bagó Gizella tanítványai lépnek föl. Majd a magazin végén biciklizünk. 200 éves a kerékpár, amelynek története akár egy percben is látható, hallható. Kezdünk. Direktor úr, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és kezdjük talán rögtön egy bemutatóval, méghozzá Molière a fösvény. Hát azt hiszem, hogy a darabot magát nem nagyon kell ismertetni a drága jó közönséggel, de az a közönség vajon hogy fogadta a főpróbát? Én nagyon remélem, köszönöm szépen a meghívást, és nagyon remélem, hogy egy izgalmas színházi előadást sikerül létrehoznunk. Annál is inkább, mert amikor a repertoárt próbáltuk összeállítani, akkor szerettünk volna klasszikus darabot is bemutatni, és gondolkodtunk sok klasszikus szerző darabjában, aztán végül is Molière fösvénye került a végül az asztalra, ami mellett igent mondtunk. És azt hiszem, hogy a fő gondolat az volt, hogy hogyan tudnánk mégis ezt az örökké aktuális darabot izgalmassá tenni, és kitaláltuk azt, hogy a Haumann család. Tehát játszon egy család, családot, a három Haumann, Haumann Péter, Haumann Máté és Haumann Petra, és ettől az egész játéknak van egy külön izgalma, és azt hiszem, hogy ők még együtt sosem léptek föl színházban, mind a hárman, és ez most számukra is egy kihívás, és egy izgalmas kaland. Na most azt olvastam valahogy, vagy legalábbis azt hiszem azt nyilatkoztat, hogy ugye klasszikus Molière, klasszikus forma, de modern játékstílus és modern nyelvezet. Hogy jön össze ez a három? Most a nyelvezetre is gondolok. Nyilván a színház mindig megpróbál reflektálni arra a korra, amiben élünk. Megpróbáljuk a játékstílussal egy kicsit érthetőbbé tenni ezeket a klasszikus szövegeket, hiszen maguk a klasszikus szövegek is olyan értékeket hordoznak magukban, amiket nem szabad elfelejtenünk, és föl kell hívjuk a következő generáció figyelmét ezekre a szövegekre. A díszlet, a játékstílus és a szöveg különös harmóniája és kontextusa teszi ezt az örök klasszikust élővé. Ami szerintem plusz és izgalmas, hogy a Pesti Magyar Színházban elkezdtük a látássérült nézők számára is elérhetővé tenni az előadásokat. Ez pedig azt jelenti, hogy minden nagyszínpadi bemutatónkat úgynevezett audio narrációval látunk el. Ez azt jelenti, hogy élőben közvetítjük a látássérültek számára, hogy mi látható a színpadon. Minden előadáson, bocsánat, hogy közbeszólok, vagy pedig azokon az előadásokon, amelyeket előre nyilván a Vakok és Gyengéglátók Szövetségével közösen megbeszéltek, hogy mikor és úgy jön akkor a közönség. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a Pesti Magyar Színház az egyetlen olyan színház, amely intézményes formában biztosítja ezt a szolgáltatást. Ez azt jelenti, hogy hozzánk bárki bármikor bejelentkezik, e-mailt küld, vagy fölhív bennünket, akkor arra az előadásra, amit ő kiválasztott, biztosítjuk ezt a szolgáltatást. Tehát bármikor lehet jönni, és ez azt jelenti, hogy a tavalyi statisztikai adatok azt mutatják, hogy több mint 450 látássérült látta az előadásainkat, és több mint 100 audionarrált előadáson vagyunk már túl. Ez a gyakorlatban hogy valósul meg, és azért kérdezem, hogy valaki mondja a szöveget, nyilván, de azért is vakok és gyengén látók, vagy látássérültek, mert nyilván valóan a közönség sorai közt van olyan is, aki azért valamit lát, körvonalakat, kicsi mozgást, ezt-azt,
akkor az ő számukra az hogy néz ki? Valaki áll és mondja? Nem. A látássérülés foka az orvosilag meghatározható. Tehát pontosan ezért használjuk ezt a kifejezést, hogy látássérültek, vakok és gyengén látók, hiszen van olyan látássérült, akinek van látásmaradványa, tehát bizonyos formákat, színeket, alakokat könnyebben felismer. Mi úgy próbáljuk megoldani azt, hogy ők jobban közelebb kerüljenek a színpadhoz, hogy az első sorokban helyezzük el őket, és egy innovatív megoldással, a Sennheiserrel és az Audio Partner Kft-vel közösen kifejlesztettünk egy ingyenes mobil applikációra letölthető programot. A saját mobiltelefonjukra tudják letölteni ezt a programot, akinek nincs, annak mi biztosítjuk, tehát a színház biztosítja, és fülhallgató segítségével élőben hallgatja azt, hogy mi történik a színpadon. Az audio narráció valójában a fizikai cselekvéseket, a dialógok közötti történéseket és eseményeket próbálja leírni. De jó. Na most mielőtt még a jelnyelvre térnék, ez hát nagyon szerényen azt mondtad, hogy létrejött ez az applikáció, de én nem nagyon hallottam, megmondom őszintén, lehet, hogy tájékozatlan vagyok, hogy Európában egyáltalán merre felé vannak ilyenek. Szóval felfigyeltek erre esetleg mások is? Így van, nagyon büszkék vagyunk arra, hogy Németországban például felfigyeltek erre, nem csak az applikációra és a technikai megoldásra, hanem arra a metódusra és programra, amit mi bevezettünk itt Magyarországon. Az Európai Unióban, Nagy-Britanniában, Spanyolországban, Németországban, Lengyelországban van audionarráció, ennek vannak különböző hagyományai, elsősorban a média területén, tehát az audiovizuális tartalmakra koncentrálnak, filmeknek az audionarrációjáról beszélünk, és vannak olyan törekvések, amik a színházi előadásokat, illetve az előadó művészet terén történő performanszokat, színházi előadásokat közvetítik a látássérülteknek. Értem. Jelnyelv. Jelnyelvi tolmácsolás. Még egy gondolatot hadd tegyek hozzá, hogy úttörők voltunk abban is, hogy megszerveztünk egy nemzetközi konferenciát, kicsit a kérdésedre válaszolva, ahol Németországból is jött előadó, Szlovéniából is jött előadó, és a látássérültek érdekvédelmi szervezeteit hívtuk el erre a konferenciára, hogy közösen próbáljuk meghatározni, hogy milyen irányba fejlesszünk, milyen irányba mehet, mind művészi értelemben, mind technikai értelemben ez a szolgáltatás. Igen. Emellé a hallássérült nézőink számára pedig jelnyelvi tolmácsolást biztosítunk. Nagyon képzett, nagyon professzionális jelnyelvi tolmácsok integrálva az előadásokban közvetítik a hallássérültek számára az előadást. Ez egy nagyon izgalmas dolog, és sokan azt hiszik, és azt gondolják, hogy a zenés előadásokat... Megelőzted a kérdést, nagyon jó. Miért közvetítjük? A hallássérült nézőink igenis érzik a ritmust, érzik a frekvenciát, a tempót, és nagyon-nagyon rá tudnak hangolódni arra, ami a színpadon Ez nagyon történik. Köszönöm, hogy mondtad, mert éppen abban a székben a közelmúltban ült egy jelnyelvi tolmács hölgy, és pontosan ez, hogy zene. Na most a másik fogyatékkal élők, azt nem tudom, például gondoltatok-e a kerekesszékesekre? Gondoltunk. A technikai lehetőségek mellett rámpák segítségével és egy kis lift segítségével a színház alsó nézőterében tudunk fogadni kerekesszékkel közlekedőket, és gondoltunk a fogyatékosság szempontjából azokra a nézőinkre is, akik adott esetben ritka betegségekben szenvednek. Gondoltunk az autistákra is, és gondoltunk más betegségben szenvedőkre is. Ez egy olyan ritka lehetőség, hogy ezek a sokszor fiatalok és gyerekek is, akik a mi előadásainkat meglátogatják és részt vesznek benne, sokszor életükben először
találkoznak színházi előadással. És azért tartjuk nagyon fontosnak, hogy ez a szolgáltatás elterjedjen, és fölhívjuk a figyelmet minden színház csináló számára, hogy ezeket a lehetőségeket igenis kötelességünk biztosítani, és ezeket a technikai lehetőségek mellett a művészet közvetítés formanyelvét pedig kötelességünk fejleszteni. Na most, aki velem szemben ül, nem szokta megúszni azt, hogy róla is azért szót ejtsünk. És ezt most azért is mondom, mert hát ha valaki nem tudná, akkor Zalá János amúgy színész, és tisztességesen ezt el is végezte, meg hát szinkronhang, tévéfilm készítő, producer, nem sorolom el, mert olyan sok lábon álltál, és állsz még most is, de ha csak azt kérdezném, hogy eszedbe jut-e még néha mondjuk Gróf András? Igen, eszembe jut. Súgok a nézőknek, kisváros. Igen, eszembe jut, és az a legizgalmasabb, amikor kollégákkal találkozunk, és egymásra nézünk, és látjuk, hogy most már őszhajszálakkal, vagy lassan kopaszodva, de mégis még itt vagyunk, és élünk. Az a televíziózás korszakának egy igen izgalmas időszaka volt. Igen. Sokan nem tudják, hogy akkor még nem volt kereskedelmi televíziózás, tehát amikor egy főműsoridőben vetített televíziós sorozatot a Magyar Televízió leadott, akkor az a mindenféle szempontból revelációnak számított. Na most a másik, hogy a mesefilmeket is imádták, én nem sorolom el az összeset, mert nagyon-nagyon sok van szerencsére, ahol dolgoztál, a Kis hableánytól kezdve, és még sorolhatnám, de egy picit ugoroljunk egy mondat erejéig a jelenbe, mert hát térkép a csillagokhoz, szóval nagyszerű világsztárokat is megjelentettél hangban, például John Cusackot. John Cusack. John nem Cusackot. Is egyszer. Nem is egyszer, nagyon-nagyon szeretem, ő valahogy igazán közel áll hozzám. Nagyképűnek hangzik, de egy picit érzem azt, amikor a vásznon figyelem őt és a hangomat kölcsönzöm az ő játékának, hogy együtt lélegzünk. Na jó, én az elején említettem azt is, hogy darabtemetés, de még mielőtt erről kérdeznélek, az előbb akartam mondani a fösvénynél, hogy tulajdonképpen mennyire egyszemélyi döntés, vagy a színház vezetőségének a döntése, hogy milyen darabot választotok ki, azzal együtt, amit az elején elmondtál. Ez egy annyi minden van, és különös tekintettel a gyerekekre is. Igen, ez egy nagyon-nagyon komplex folyamat, és az egyszemélyi felelősség az engem terhel. De ha van kit szídni. Van kit szídni, természetesen, de mindig kikérem mások véleményét, dramaturgokkal egyeztetek, rendezőkkel egyeztetek, művészeti tanácsadóval egyeztetek. Megpróbáljuk megnézni, hogy mi van éppen jelen pillanatban a budapesti kulturális piacon, mi az, ami hiányzik, mi az, amit a Pesti Magyar Színház egy kicsit pótolni tud, vagy esetleg kiegészíteni tud. Tehát ezek a szempontok mindig benne vannak abban, hogy mi lesz a következő évad előadása. És mennyire tudtok előre gondolkozni? A társulattal gondolom nincs baj, mert itt nem arról van szó, hogy vándorszínészek vannak, hanem tényleg ottan, stabilan, és nagyon szeretnek is ott lenni, ezt megsúgták úgy titokban. Hát most úgy is kérdezhetném, hogy 2018-ra van-e már terv? Megvan a tervünk, egész éjszaka egyébként nem aludtam, mert ezen dolgoztunk folyamatosan, hiszen most már a finishbe érkezünk lassan, az utolsó egyeztetési időszakban vagyunk, amikor pontosan azokat az időpontokat próbáljuk egyeztetni, hogy ki mikor ér rá, és mikor lehet kezdeni a próbákat, mikor lenne a bemutató, hogyan csatlakozik arra a következő próbaidőszak, és hogyan áll össze az egész évadterv. Én remélem, hogy két hét múlva már pontos címeket is mondhatok, most éppen az utolsó egyeztetési fázisban vagyunk, de annyit elmondhatok, hogy lesz ismét világhírű musical, lesznek gyerekdarabjaink, és nagyon izgalmas programok lesz. Ezt nagyon szépen elmondtad itt a címek nélkül, természetesen, de most akkor, amikor lezajlanak ezek a beszélgetések, akkor nagyjából egyetértetek, vagy pedig időnként van csettepatté?
Mindig van szakmai vita. Először is figyelembe kell vennünk a fenntartónak a kívánságát, hiszen a fenntartó meghatározta, hogy hogy a Magyar Színház gyermek, ifjúsági és családi színházként kell, hogy működjön. Tehát ezt a szempontrendszert egyedül a piacon. Tehát ezt a szempontrendszert nekünk figyelembe kell venni. Az elmúlt időszak még az előttem lévő menedzsment az inkább a gyerekdarabokra koncentrált. Mi megpróbálunk a családi programokra koncentrálni, hiszen azt tapasztaltuk, hogy a gyerekeket vagy a családok hozzák, vagy az iskolával jönnek, vagy fordítva. De nagyon ritka még, hogy a kisgyerekek egyedül maguktól jönnének, illetve ők maguk döntenének, hogy mit néznének meg. Természetesen erre is van példa, de nem ez az általános. Tehát megpróbálunk a családok számára olyan programokat kínálni, amely valóban a szülők számára is izgalmas, és a gyerekek számára is izgalmas. Jó, akkor van itt még egy-két percünk, és ugye beígértem a darabtemetést, és nem véletlenül mondtam én a csetepatét, mert 28-ától már nem lesz csetepaté. Így van, ugye? Így van. Minden előadás, minden előadás eléri azt a kort, amikor úgy érezzük, hogy már nincs több benne, és ilyenkor darabtemetés van, ezt a színészek nagyon szeretik, és a közönség is nagyon szereti. Engedelmeddel szakítalak csak meg egy pillanatra, mert én ezt itt azt olvastam, hogy egy este, amikor minden színházi törvényt írott és íratlant megsértünk, mert hogy például, nem mondom el az összes pontot, a színész ne térjen el attól, amit a próbán megbeszéltek, itt ugye eltér, szánt szándékkal röhögtetni a kollégát. Tilos, itt meg aztán még inkább, vagy improvizálni csak úgy bele a vakvilágba. Szóval van jó néhány ilyen színházi törvény, amit ilyenkor tudatosan mindenki megszeg, és azt hiszem, hogy ez a közönség és a színészek boldogságát is jelenti, ugye? Így van, de ezt természetesen nagyon finoman csináljuk. Hiszen minden vicc, minden humorforrás csak akkor igazi, hogyha halálosan komolyan vesszük magát a darabot is. És minden, még a kollégák nevettetése is akkor izgalmas, hogyha arra nincs mód és lehetőség egyébként. Pláne, hogyha bevisznek valamilyen olyan kelléket, ami eleve nem szerepel, és aztán hát itt már nagyon nehéz visszafolytani, hogy el kell menni a kulisszák mögé. Pontosan. Láttunk már ilyet. Színházigazgató ismerősöm mondta, hogy előfordult nem egyszer, más színházról van szó, egy darabtemetés volt, és aztán a közönség visszakövetelte, vagy egyáltalán esetleg még rátettek kettőt, hármat, és játszottak. Ez azért nem biztos, hogy annyira jellemző, ugye? Ne, ez nem jellemző. Ezek nyilván... Ez régebben volt. Igen, ez régebben volt. Ez egy különleges alkalom, ilyenkor egy picit szabad olyanokat is csinálni, amit egyébként igazgatóként minden körülmények között megtiltok. No, hát akkor még egy dolog, a jövőre nézve, hogyha már ilyen szépen diplomatikusan címek nélkül elmondtad, hogy mi minden lesz a közeljövőben, azért azt csiripelik a verebek, hogy valamikor még a szezon vége felé lesz egy magyar musical bemutató, és én azért ennyit tudtam, de aztán ha magyar musical, akkor azt valahogy sikerült kideríteni, cáfolj meg, ha nem igaz, hogy Benyovszky Móricz a világutazó a főszős. Így van, ez egy nagyon izgalmas darab. És magyar. És magyar. Magyar, nagyon izgalmas, nagyon szép zenei világa van, és azt hiszem, hogy a Magyar Színház színpadára kifejezetten kívánkozik egy ilyen darab, amely klasszikus elemeket is hordoz, de megpróbál a fiatalokhoz szólni a zene nyelvén. És olyan értékekről beszélni, amit Benyovszky személyesen képviselt. Értem. Hát nagyon elfoglalt vagy, szerencsére van időt színházba járni? Nagyon sok előadást nézek. Azon kevés igazgatók közé tartozom, aki rendszeresen nézi más színházak műsorát is. Egyrészt, mert a kollégák hívnak, másrészt pedig kíváncsi vagyok mindig arra, hogy hol tartunk, mit mutat jelen pillanatban a budapesti kulturális piac. Hát akkor most nem muszáj válaszolnod, hogyha nem akarsz. Nagyon jól tudom, hogy mindig is szerettél. Szeretsz még főzni? Nagyon szeretek főzni, az mindig egy különleges alkalom. Valahogy így idősebb koromra ez kifejezetten egy ilyen stresszlevezető programmá nőtte ki magát, hiszen a főzés az mindig alkalmat ad arra, hogy beszélgessünk. És én nagyon hiszek a beszélgetésekben, a találkozásokban, és ezek a személyes kapcsolatok mindig megerősítenek abban, hogy,
hogy igenis az igazi értékekre kell figyeljünk, egymásra kell figyeljünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt is elmondtad, és hát nyugodtan mondhatom a nézők nevében is, hogy további sok-sok sikert a színháznak és nektek is. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy, hála Istennek jó erőben, hiszen egy fél évszázad után még mindig Gemini, még mindig. Sok mindent tudnak rólatok, de például az, te miért lettél kiskukac? A bátyám után ragadt rám ez a jelző, ugyanis a bátyám nagyon-nagyon jól táncolt, és egy nagyon fürge emberke volt, és hát mikor ő 56-ban el kalandvágyból itt hagyott engem, akkor ugye én lettem a kiskukac, ő már elment akkor. Hát igen, ez még a zsenge ifjúkor természetesen. De hát azért talán emlékeznek még rá. Na most nagyon sokat hallottunk, aztán nem hallottunk a Gemini együttesről, de az biztos, hogy jó régen, nem véletlenül mondtam én itt az évtizedeket, 1964-65, amikor mint alapítótag is ott voltál, és akkor még létezett az Zrínyi utcában a BM Tiszti Klub, és akkor onnan indult tulajdonképpen a Gemini karrierje? Hát igazából én úgy gondolom, hogy a 9. kerületi Fervas, a vasutas klubból indult, az ilyen kultúrház volt, nagyon eldugott kultúrház volt, és csak a benfentesek tudták, hogy ott van ez a kultúrház, tehát ez nem volt egy Royal Albert Hall, de csak egy műpa sem. Igen. De hát akik ott voltak, azoknak örök élmény maradt. Akkor akik voltatok akkor ott, mennyire voltatok képzett, vagy autodidakta zenészek? Gyakorlatilag mi akkor abban az időben magyar zenét nem is játszottunk, hát és ezért mi olyan zenét játszottunk, amit a rádióban hallgattunk, és néztük, hogy mi vezeti a slágerlistát, azt tanultuk meg. Kagylóból, hát na jó, hát azért az egy, mindig azt mondják, hogy kagylóból az nem egy könnyű dolog, nem hát az valami hihetetlen leklandiózni. Most gondolj bele, hogyha apáink, mikor étterembe is jött a cigány, és csak annyit mond, dúdolja uram, és játszotta. Hát meg aztán legendás zenészek, énekesek voltak, akik és vannak, akik még a Kottát sem ismerik, nekem hirtelen csak Domenico Modugno jut eszembe. És azt hiszem, hogy világszárna. Mindegy, szóval ez elindult, és akkor játszottátok, másoltátok a dalokat, aztán jöttek azért a feldolgozások, meg aztán valamikor már később gondolom a saját dalok is. Természetes, hát ahogy az embernek az étvágya is megjön, így már megpróbáltunk bele nyúlni olyan dolgokba, ami egy kicsit komolyabb, és úgy éreztük, hogy na most már nagyon nagyok vagyunk. Természetesen itt most nem arról van szó, hogy az eddigi életművet felsoroljuk, hiszen annyi mindent csináltatok, és nem véletlen, hogy most március 25-én lesz ismét sok-sok év után, és közben egy ilyen mini koncert, de ezt azért is kérdezem, mert ugye minden koncert más, a közönséget is ki kell szolgálni, meg ti is jól akarjátok érezni magatokat, de ha visszaugrunk egy pillanatra a múltba, akkor itt a 70-es évektől, hát ott vannak a musicalek, Holnaptól nem szeretlek, és játszottatok a Képzelt Riport ott is, meg Vion, erre emlékszem is, volt egy rock Vion musical. És a többiek. Vion és a többiek. Szóval az időszak milyen volt a Gemininek? Hát nekem vannak rangok, ahol azt mondják, hogy doktor, mit tudom én kicsoda, meg gróf kicsoda. Igen. Én meg úgy éreztem, hogy én vagyok a boldog Bardóczi Gyula. Boldog Bardóczi. Mert olyan emberekkel hozott össze a sors, mint a Viktor Matyi, Bágya András, szóval ahol tudtunk tanulni tőlük, és azért minden a palettát, a zenei palettán mindenhol végigment a Gemini együtt. És amikor, mert óhatatlan ennyi év után vagy közben, hogy új tagok jönnek, régi tagok elmennek, jönnek, mennek, akkor az újak, hogy úgy mondjam, mindig rögtön át tudták venni, ami nektek köszönhető az alapítóknak, a Gemini feelinget, mert azért a Gemini mindig Gemini volt. Tudod, hogy ha valakit, ha csere van, akkor mindig előtte lecsekkeljük az embert, hogy milyen lelkületű, mit tud, és utána mondunk neki egy lehetőséget, hogy ha akar, akkor velünk dolgozhat,
vagyis hát játszhat, mert ez egy játék. Ez, ez a 25-ei buli, mert nem koncert, hanem buli. Ez olyan lesz, mint egy osztálytalálkozó, hisz a közönségünk az egyik se karon ülő már, érted? És ott, akkor ott fognak találkozni, mert már volt ilyen 2001-ben, és a kongresszusi központban is, ott előtt a nagy placon, ott volt a sok ember is, és kérdezték, hogy te vagy az, de megváltoztál. Hát persze nem találkoztak egymással, mit tudom én, 30 évig. Na, hát most már lehet hozni az unokát is. Micsoda? Na, itt van ez egy sőt, gyönyörű, várom is, hogy jöjjön. Gyönyörű kiadány, volt egyszer egy Gemini, ez nagyon szép, de van is Gemini. Van. Úgyhogy, na most én azért kérdeztem, mert időnként azért megállt egy kicsit a karrier, és ha jól emlékszem, Markó, mi volt a másik neve? Markó András. A Markó András, hogy valamikor a 70-es évek végén tulajdonképpen mint egy újjá alakult a Gemini. És ebben neki nagy szerepe volt. A Markó András, mikor hozzánk került, ő nem volt olyan nagyon sokáig, mert elment a Delhusza Johnnal csináltak egy Simon és Garfunkel utánzatot. Ja, értem. De hát ugye nem igazán jött be ez a dolog, ezért visszavettük, mert az András úgy énekelte a Bee Gees-eket a mai napig, meg egy hangutánzó. Nem, nagyon-nagyon-nagyon jól. A mostani bulin 25-én, hát nyilvánvalóan nem ugyanaz a társaság alkotja a Geminit, mint annak idején. Majdnem ugyanaz. De kik vannak, akik vannak, és akik sajnos már nincsenek. Na, hát akkor azokkal kezdem, akik lesznek. Markó András, Baranczky László, Heilig Gábor, Bardóczi Gyula, akik sajnos nem lesznek a... Hát ugye Várszegi Gábor az nincs is ezen a földrészen, máshol van. Átment üzletemberbe, maradjunk annyiban. Igen, igen. Sajnos a Balázs, Szabó György Balázs meghalt. Igen. Sajnos a Kékes Zoltán meghalt. Nemrégiben. És aki maradt még az élők sorába, az a Pap Imre Mityó, aki hatalmas sztár volt, és sajnos az egészségi állapota annyira leromlott, hogy nem mi csak segíteni fogunk tudni rajta a koncert után a bevételből. Ez azt jelenti, hogy akkor ebből a szempontból egy kicsit jótékonysági is a dolog. Így van. Mindenféleképpen szeretnénk segíteni. Ilyenkor tudom, hogy a közönség elvárja a legújabb dalokat is, meg a legrégébbeket is, de hát, hogyha most fogadnom kéne, azért mernék arra fogadni, hogy a Csavargó ének elhangzik. Hát biztos, hát a Mana-Mana is elhangzik, hát lehetséges az, hogy a Sördal is elhangzik, amit én prezentálok én ének, de a Csavargó ének nélkül, hát olyan, mint Katona Puska nélkül a Gemini. Hát, ugyebár a zenészek sokszor gyakorolnak, akárhány éve zenészek, de mikor doboltál utoljára? Tegnap. Akkor te is gyakorolsz. Hát persze. Tudod, fitnek kell lenni, hogyha az ember ott van a porondon. Nem lehet hátradőlni. Jön a fiatalság. Jön a fiatalság, és akkor kapaszkodom szavaidba. Jön a fiatalság, itt van a fiatalság, itt vannak a különféle tehetség és tehetségtelenség kutató versenyek, már elnézést a kifejezésért, de azért a maiak között, a fiatalok között nagyon-nagyon sok jó zenész van, és sajnos az is elhangzik, hogy nem mindig kapják meg azt a lehetőséget, ami talán megilletné őket, a másik oldal pedig, hogy hát celebek lesznek, aztán megváltozik a világ. Szóval hogy látod te a mai zenei életet? Én úgy gondolom, hogy bűnösek, akik felkarolnak az utcáról fiatalokat, és akiknek van jó hangjuk, és rögtön beteszik televízióba, és ismerté válnak, és három-négy év után szomorú emberek lesznek belőlük, mert a gyökereket nem tudják magukba szívni. Nekünk az volt a nagy szerencsénk, hogy mi a kezdet kezdetétől, mi feltornáztuk magunkat, mire a televízióba jutottunk, hát abban az időben nem is volt televízió. Hát de mire mi feltornáztuk magunkat oda, addigra annyira összekovácsolódott a zenekar, annyira tudtuk, hogy mit akarunk. Most itt ezek a gyerekek
ezek nagy bajban vannak, hogyha nem olvasnak utána, tehát ha nem képzik magukat, hanem csak a hátradőlnek, ahogy az előbb is mondtam, hátradőlnek is, és azt hiszik, hogy a lábuk alatt ott van a világ. Igen. Hát szóval tényleg nagyon sokan így látják ezt a dolgot, és a másik pedig arra jutott eszembe, hogy mondhatod, hogy összekovácsolódott a zenekar, és azt játszottatok, ami tényleg belülről is jött. De itt viszont, tudom, megváltozott a világ. Minden. Most show van, azt kell csinálni, de hát akkor lehet, hogy az a tehetséges fiatal énekes, lehet, hogy nem éppen azt akarja énekelni, de megmondja neki a producer, a menedzser, hogy ezt énekeled, és kész, és lehet, hogy nem bontakozik ki annyira a tehetsége. Hát igen, ez mind emberi kapcsolat. Tehát, hogyha a menedzser és az előadó jó viszonyban van, jobban mondva, ha a menedzser tudja, hogy mire képes, akkor szerintem meg tudják ezt beszélni. Még egy dolog, az időnként ugye előfordul, hogy a riportert vagy a műsorvezetőt egy másik műsorba vendégnek hívják, van ilyen. Na de most a te esetedben ezt azért mondom, mert ugye van 25-én tehát a buli, igen. De 11-én lesz egy Erika koncert, ahova te vendég vagy. Vagy mondjam úgy, sztár vendég. Mivel... Még egyszer mond Gábor, még vendég. Egy, nagyon jól hangzik. Na, mivel készülsz, vagy pedig megkértek, hogy mit kérlek produkálj. Szépen. Kiadom magamat. Add ki magad. Dobszóló lesz. Lesz dobszóló, természetes, hogy a nótákba is közreműködök, de hát nagy megtiszteltetésnek érzem, mert Erika egy rettenetesen jó kollega. Talán még az életemben a Kovács Kati volt ilyen fantasztikus jó kollega, hogy a ők sztár... Ők kísértétek? Persze, a sztár allőrököt azt ledobja. Én úgy érzem, hogy aki eljön úgy az Erika koncertre, úgy a Gemini koncertre, azok mind nagyon-nagyon-nagyon jól fogják érezni magukat. És nyugodtan vihetik a gyereket meg az unokát, mert a szomszédunkban lakik egy kisrác, akinek a papája nagy Gemini rajongó, és a gyerek is dúdolja például a csavargóéneket. Na most akkor ez, most nem mondom azt, hogy mérföldkő, ez a bizonyos 25-ei buli, de utána mi lesz? Én úgy gondolom... Gemini tovább? Show must go on. Úgy gondolom, hogy ez még nincs 25-e, tehát még e hónap van, még február van, de én szerintem 25-ére teltház lesz. Tehát teltház lesz, akkor úgy hiszem, hogy kiírunk egy másik időpontot, még egyet fogunk csinálni. Lehet, hogy aztán még egyet. És akkor jön a nyár, és akkor hagyjuk az egészet. Hogyha meghívást kapunk, természetesen elvállaljuk, de ha minden igaz, és azt veszük észre, és a visszajelzés olyan, akkor lehet, hogy szeptembertől megpróbálunk ez a gárda egy ilyen klubot csinálni. Ahova, ha volt már rá például, volt Gemini klub, ajjaj. Igen. És akkor hát mind ahogy látod is az ifjúsági parttól kezdve itt minden az égvilágon volt. Legyen még, mondom a nézők nevében is. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és én sok sikert. Megtiszteltetés, hogy meghívtál, Gabi. Kedves nézők, immár hagyomány, hogy évről évre megrendezik a Színház és Filmművészeti Egyetem jelenlegi és volt hallgatóinak koncertjét. Ezúttal az egyetem legendás énekmestere, Bagó Gizella professzorasszony tanítványai mutatták be tudásukat. Forgatócsoportunk is ott volt az Ódri színpadon,
Szalai Zsolt szerkesztő, riporter, Pál Sámuel és Horváth Gábor operatőr. Úgyhogy nézzék most az ott készült felvételeket Gerstenberen Zsuzsi összeállításában. Ezen a délutánon koncert lesz a Színház és Filmművészeti Egyetem Odri színpadán, és nem akármilyen koncert, hanem koncert találkozó. Ez azt jelenti, hogy egykori növendékeink, egykori hallgatóink találkoznak és énekelnek itt az Odrin. Találkoznak olyanok, akik régen látták már egymást, és nem is énekeltek együtt. Például egy 15 évvel ezelőtt végzett osztály együtt énekel a tanárukkal, Kocsák Tibor tanárúrral. Azon kívül meghívtunk régebb végzett növendékünket, így például Bodrogi Gyulát, Molnár Piroskát, itt van Hegedűs D. Géza, és nagyon sokan énekelik meg ma délután ezen a koncerten, és azt hiszem, hogy nagyon örül majd a közönség is, mert mi nagyszerűen éreztük magunkat, míg készültünk, és most is nagyszerűen érezzük magunkat így a koncert előtt. Vittek vagyunk mi már, az élet meg én. Nem fogok sírni nektek, bármi is ér. Fut, robog, száguld velem még a vonat, míg a mennybolt le nem szakad. Hát csodálatos Bagó Gizellától, hogy minden évben megszervezi ezt a dalnapját, vagy nem is tudom, hogy hogy nevezzük, és boldogan jövünk mindig, akiket megkér, hogy itt énekeljünk, mármint az öregek, a régiek, és nagy szeretettel jövök mindig a fiatalok közé. Volt szerencsém tanítani is, illetve hát még a mai napig beszédtanár vagyok az egyik osztályban. Üdvözlöm Önt, Milord, üdvözlöm nálam. Most jöttem ki a próbateremből, illetve néztük a többieket, és láttam a Hevér Gáborékat, amint éneklik azokat a dalokat, amit 20 évvel ezelőtt is hallottam, és egy picit talán másképp néztünk ki, de azt hiszem, hogy előnyünkre változtunk, és az egész, tehát az összes emlék így hirtelen most így itt van, és nézegetem a falakat. Ritkán, tehát nem is léptem fel azóta az Odri, mióta már nem vagyok, akkor még főiskolás, de most számomra ez nagyon nagy élmény, nagyon izgulok, rettenetesen izgulok, de tulajdonképpen ez az izgalom inkább valóban ennek a nosztalgiának szól. De egy számomra nagyon kedves előadásból idézünk Nagy Kálózi Eszterrel ez az Edités Mellen, és ez is egy nagy kihívás lesz, szóval most nagyon izgatottan várom, hogy színpadra lépjünk, és nagyon örülök, hogy itt lehetünk. Ránk vár a föld minden tája, kék az ég, enyém a nyár. Nem gyűjtök családi házra, család rám sehol se vár. Nincs gondom haszonra, kárra, lógok, mint gyümölcs a fár. Savargok, zenélek, akárhogy megélek, szerencse ragyog, de ám. Csavargok, zenélek, akárhogy megélek, szerencse ragyog, de ám. Az én drága osztályom, musical operett szak, 15 éve végeztünk, úgyhogy ez egy szép, szép szám, egy jubileum, és most újra itt vagyunk, énekelni fogunk. Készültünk nagyon, volt egy emlékezetes Gershwin vizsgánk, és az egyik Gershwin dalt hoztuk el. Több szólamba fogunk énekelni, Kocsák Tibor fog zongorázni, és nagyon jó újra itt lenni. Úgyhogy ennek az alkalmából, hogy már 15 éve eltelt, és azóta a pályán vagyunk, és ilyen sok mindent kaptunk itt, és hoztunk magunkkal. Ezt szeretnénk megköszönni Bagó Gizella tanárnőnek, aki létrehozta ezt a mai eseményt, és nagyon jó találkozni a többiekkel, fiatalabbakkal, idősebbekkel, úgyhogy ez egy szép nap lesz. Bagó Guzi megkeresésének apropója osztályunk felé az volt, hogy ugye 96-ban, pont 20 évvel ezelőtt diplomáztunk, és a Sztárcsinálók című vizsgánk, ami az akkori vetítőből került az Odri színpadra, ugye a Magyar Televízió által rögzítve lett, elég emblematikus előadás volt, ha visszanézi az ember
ma is szerintem egy vállalható és kifejezetten borzongtató hatású Hevér Gábor volt osztálytársammal. Énekeljük belőle a Történelmi Lecke császárfiúknak című dalt, ugye Várkonyi Mátyás Miklós Tibor szerzeménye, az egész osztályt képviselve Bagó Gizinek, illetve az itt megjelent kedves nézőknek. Én nagyon örülök, hogy tavaly is a 150 év alkalmával ugye visszatérve egy koncert elejéig időnként az ember örömmel jön, és örömmel nézi az utána jövő generációkat, a fiatalokat, mert szerencsére van. Most azon fáradoztam, hogy megtaláljam a zongora kísérőmet, mert még nem gyakoroltuk el azt, amit ma elő fogunk adni, és elég régen csináltuk utoljára. 2012-ben lett bemutatva a Muzik, Muzik, Muzik című előadás a Katona József Színházban, és levették már 2 éve, és azóta én nem csináltam ezt a bűvész mutatványt, és a zongora kísérővel se találkoztam azóta. Mit jelent számodra a főiskola? Valami önbizalmi indulótőkét, meg egy ilyen szellemi bázist. És jó ez a csapatba tartozás, hogy akárki, aki ide járt, meg akárki, aki majd ide fog járni, az mind egy közösséget alkot velem, meg a többiekkel, és ez egy nagyon, nagyon pozitív érzés. Évek óta nem voltam itt a főiskola falai között, úgyhogy egy kicsit meg vagyok szeppenve, mert visszajönnek azok az érzések, meg azok az évek, amit én itt töltöttem. Az első 2 év az bár gyötrelmesnek mondható, utána egyre jobb dolgok történtek itt. Izgulok, mert az Audrey színpad mindig azt jelenti, mindig a felvételit jelenti, mindig az a főiskolán azokat az éveket, amikor úgy nagyon meg akartam felelni. Most is úgy nagyon meg akarok, úgyhogy semmi nem változott. Ennek a Színművészeti Egyetemnek van egy csodálatos énektanára, a Bagó Gizella tanárnő, mindannyiunknak a hangképzője úgymond, és ő évente egyszer-kétszer rendez egy ilyen nagy koncertet, csupa úgynevezett sztárokkal, meg olyan emberekkel, akiket ő tanított főként, és ezen a koncerten vagyunk most itt. Az én tisztem ebben az, hogy a Bodrogi Gyuszi bácsi mellett a Villa Negrát énekelhetem, és ez számomra egy nagyon nagy megtiszteltetés, és örülök, hogy ilyen látogatott ez a koncert, mert Bagó tanárnő tényleg az, aki a hivatásnak a hivatásaként éli meg az egész pedagógiát. Ha én játszom például este 7-kor a színházban, akkor ő nem restel minden alkalommal ott lenni. 5:30-kor, 6:30-kor ő hív fel engem éjszaka, hogy hányra jöjjön be, hogy tudna segíteni. Mindig a legeslegjobb tippeket adja, és én nagyon hálás vagyok neki, hogy ez van, és ez a az, hogy itt megjelennek a művészek, az a minimum, amit neki viszonozhatunk, de ugyanakkor pedig látszódik, így nyilvánvalóan látszódik az a munka, amit ő belénk meg a magyar színház művészetbe fektet. Rám ragadt egy bunda télen, gyantás lettem a vidéken, jött a ekusám, kilestem én, szóltam bunda tűnnyel, s nyomban semmi bűnnyel, ártlatlanul állhattam vallatom. És a Villa Negra nem a pálca zárda, a Villa Negra nem fényes sokál. Vagány legény a szép szerébe zörgeti, egy csöndes házban voltam ott talán. A Színház és Filmművészeti Egyetemen immár hagyomány, hogy Bagó Gizella tanárnő egy évben egyszer elhívja a növendékeit egy közös együtt éneklésre, egy közös koncertre, amikor találkozhatnak is egymással a különböző színházakban dolgozó művészek. Tavaly volt egy előadás, idén most ez a második. Legendás dalok, legendás előadók címmel tartjuk ezt a mostani koncertet, ahol a tanárnő legidősebb és legfiatalabb növendékei, illetve olyan művészek lépnek föl, akiket ma is ő tanít énekelni. Úgyhogy Bodrogi Gyula, Molnár Piroska, Kovács István, Vencel Vera, csak hogy a legnagyobb neveket mondjam, de Nagy Ervin, Fullajtár Andrea, Ifjú Vinyánszky Attila, és a legvégén a jelenleg hallgatói az egyetemnek, Medvecki Balázs, Ember Márk. Szóval, hogy egy nagyon széles skála, 51-en lépnek ma föl. Ennek az a szépsége, hogy ugye 151. évében van a Színművészeti Egyetem. Na akkor most figyeljetek! Líra. Szép az élet, víg az élet. Hely, de én csak addig éljek, míg a Villa Villa Negra áll. Szép lány, jöjj el egyszer. Miért? Miért? Mert nálam felmelegszel.
meglátod még az álmod egyre visszajár, és a Villa Negra nem a pálca szárga, a Villa Negra nem fényes lokál, magány legény, ha szép szerénbe zörgeti, e csendes házban Drót Szamár, Kera, Canga, Bicó, Bicaj, Bringa, Bicikli, Egyenlő, Kerékpár. És itt tartunk, ahogy a műsor elején említettem, hogy 200 éves a kerékpár. Egyébként a kerékpár szót a világhírű magyar sportember, az első magyar úszó, aki átúszta a Balatont, sportlap alapító Szekrényesi Kálmán találta ki, aki 1846 és 1923 között élt, tehát ő alkotta meg a kerékpár szót, és ő is biciklizett két keréken, mert akkor ugyebár még nem volt tricikli. Na, de nézzük a történetet. Az első kétkerekű emlék a nagyon-nagyon hosszú nevű Carl Friedrich Christian Ludwig Dreis von Sauerbronn báró nevéhez fűződik. Ő megunta az erdőben a gyaloglást, és egy faszerkezetet eszkábált, fakerekeket favázat, rátette nyerget, és aztán a földet taposva így tolta, kergette maga előtt ezt a szerkezetet, és képzeljék el, óránként 14 kilométert is haladni tudott. Aztán jött az ugrásszerű fejlődés, tulajdonképpen a két keréknek, a kerékpárnak nagyon sok feltalálója volt, hiszen legtöbben csak tökéletesítették ezt a bizonyos szerkezetet. 1857, vesszőparipa, majd aztán jött a taposópedál. 1861 megszületett a velocipéd, amit aztán 1873-ban tökéletesítettek Nagy-Britanniában, és akkor is az első kerék átmérője hatalmas volt, elérte a 1,5 métert is, a hátsó kerék pedig sokkal kisebb volt. És aztán kezdődtek ezzel már a versenyek is, például Dél-Angliából elkerekeztek Észak-Skóciáig, ez körülbelül 1500 kilométer, és a legjobbak ezt 15 nap alatt teljesítették. Aztán az Egyesült Államokban, az első kerékpáros klubban feljegyezték az első mérföldrekordot is, ez 3 perc 57 másodperc volt, jó régen, 1878-ban. Na de nem sorolom tovább, lánchajtás, gumikerék, hegyi bicikli, fotelbringa, tudják ez a fekvő, ami már manapság van, hiszen ezt már mindenki ismeri, és aztán jöttek az őrültebbnél őrültebb versenyek. Például volt, aki lezúdult hihetetlen sebességgel egy hegyoldalon, vagy éppen BMX kerékpárral produkálták magukat a fiatalok, és még egy, a váz, amiből készül, ugye ez készült vázból, alumíniumból, és manapság már készítenek bambuszból és banánból is vázat, de leginkább bambuszból, mert ugye ez az egyik legerősebb szerves anyag, és állítólag egy ilyen kerékpár több ezer dollárba is kerül. No de, sok beszédnek sok az alja, azt hiszem még sok mindent lehetne erről beszélni, de méghozzá az idén, 2017-ben egy dán csapat elkészítette azt a mindössze egy perces animációt, amely bemutatja a kerékpár 200 éves történetét. Nézzék csak!
Kedves nézők, megköszönöm megtisztelő figyelmüket, és nem csak beszélni kell a bicikliről, hanem jön a tavasz, most már föl is lehet pattanni, nyerekbe lehet ülni. Ennyi volt a mai nagykörút, de ha tehetik, akkor maradjanak még ennél a csatornánál, hiszen következik a történelmi tükörcserepek Szalóczi Pál szerkesztésében. A viszontlátásra, a viszonthallásra. A Nagykörút című kulturális közéleti magazinműsor a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.